Steffi, több gólpasszal és góllal járultál hozzá a legutóbbi mérkőzésen a győzelmünkhöz. Milyen volt a te szemszögedből ez a találkozó? Mivel jól sikerült, végre megszereztem az első gólomat, úgyhogy ennek nyilván örülök. Ez az első öt földgólba is szerettem volna betalálni, sajnos nem jött össze. Nyilván a csapatnak jól megy, szóval annyira nem sajnáltam, de azért egyéni teljesítményben előre kellett lépnem az első három meccshez képest, úgyhogy örülök, hogy ezt most sikerült, hiszen gól és gólpasszok is jöttek ezen a mérkőzésen. Nyilván bízom benne, hogy így tudom folytatni, mert tudom, hogy képes vagyok rá, akár minden meccsen ilyen teljesítmény nyújtani, úgyhogy bizakodó vagyok. Úgy tűnik, hogy a támadósor között egyre jobb az összhang. Te hogy látod ezt? Igen, azért német Kriszi, amikor jött, nyilván az első pár edzésen is nagyon jó volt a kapcsolat közöttünk, úgyhogy ez meccsről meccsre jobb. Ez látható szerintem a nézőknek is, a szurkolóknak is. Nyilván ez nagy segítség az én játékomnak is. Bízom benne, hogy neki is. Igyekszem azért kiszolgálni akár őt, akár a futit, akár az előjátszókat, a csatárokat. De azt gondolom, hogy az utóbbi meccseken azért a Matyival is megtaláltuk az összhangot. Illetve a középpályán nyilván a Misivel és az egy Szabival azért sokat játszottam már együtt előtte is, ezért velük szerintem megmaradt alapból a Mezői Szabival tényleg nagyon jó a kapcsolatom a pályán kívül is, de nyilván az összjátékban nagyon segíti az én játékomat is, úgyhogy ez így most tényleg minden összejött ezen a meccsen, és nyilván az a terv, hogy az a cél, hogy itt összeálljon ez teljesen hétről hétre és minden egyes mérkőzésre. A jó támadó játék mellett úgy tűnt, hogy egyre stabilabb is a csapat, és ez volt az első mérkőzésünk, amit kapott gól nélkül hoztunk le. Ez mennyire fontos? Nyilván igen, hát ritka, akkor ilyen támadó futball mellett azért kevés lehetőség van az ellenfélnek. Ez most megtörtént. Az első félidőben talán nem is volt gólszerzési lehetőségünk, a második félidőben is azért olyan nagy helyzetet nem tudok mondani, ami tényleg 100%-os kidolgozott helyzet lett volna. Azért látszik, hogy az utóbbi pár meccsen a csapat is stabilabb, a védelem is stabilabb. Nyilván azért most egy rutinosabb kapus, ugye a Soma állt a kapuba az elmúlt pár meccsen. Ezeken két gólt kaptunk. Ha nem is azt mondom, hogy a védések minőségéről beszélek, hanem csak arról esetleg, hogy hogyan irányítja a védelmet, azért nyilván stabilabb a védelem is, sokkal magabiztosabb, hogyha egy rutinosabb kapus áll mögötte. Ettől függetlenül mind három kapusunk egyébként nagyon, nagyon rendben, bárki tudna védeni, de azért az utóbbi meccseken látszott, hogy a rutin nagyon hiányzott az első három fordulóba, és nyilván így Soma segítségével is előre léptünk szerintem a védelem stabilizálását illetően. Mi kell ahhoz szerinted, hogy vasárnap a Kozár Mislény ellen folytassuk a jó sorozatunkat? Hát nem szabad megelégednünk ezzel a 6-0-ás győzelemmel, és hogy ha bár kívülről nyilván simának tűnt a mérkőzés, és nyilván sikerült eldönteni az első félidőbe, azért nyilván ezért kellett tenni a pályán is, ezt mindannyian tudjuk, azért beszéltünk erről az öltözőbe. Abszolút a héten talán még nagyobb parázs volt az edzéseken, még nagyobb nyerni akarás, volt egy pár fogadás is itt a héten, üdítők, pizzák, stb. Úgyhogy tényleg a tegnapi edzés kifejezetten parázsra sikerült, úgyhogy nem gondolnám, hogy hátradőlnénk. Abszolút három pont begyűjtésért fogunk menni, de tudjuk, hogy ezt nem adják könnyen. Az a Kozár Mislény nem állt újra a tabellán. Pontosan tudjuk, hogy az ilyen csapatok vért izzadnak, az életükért küzdenek. Ami ezt nem 100%-os odaadással, illetve mentális erővel fogunk belemenni ebbe a mérkőzésbe, akkor nagyon nagy bajba is kerülhetünk. És nekünk természetesen a célunk a bajnoki cím, és azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy ilyen hozzáállás miatt pontokat veszítsünk hazai pályán. Úgyhogy ezzel tisztában az öltöző is, így készülünk. Ha már említetted a fogadásokat, milyen dolgokról van itt szó, van, ami ezek közül publikus? Hát amit említettem, hát itt sajnos támadóknak pizzát kell fizetni, mert elvesztettük a tegnapi faljátékot a védőkkel szembe. Úgyhogy ezt inkább ne adjátok le, nem viccelek. Úgyhogy hát ilyen fogadások mentek. Ilyenkor azért be tudja magát motiválni az ember. Általában azt szokták mondani, hogy az ilyen játékokat a védők nyerik.
Hát ez most is bebizonyosodott, de azt gondolom, hogy közel voltunk nagyon a győzelemhez. Úgyhogy kénytelenek vagyunk pizzát szortírozni a csapatnak holnap valószínűleg. De tényleg megtette a hatását, mert tényleg nagyon, nagyon jó edzés volt tegnap. Talán a legparázsabb faljáték volt, szerintem a nyár folyamán. Úgyhogy abszolút emiatt is pozitív vagyok, mert nem döltünk hátra egyáltalán, azért tudjuk, hogy akár egy kis szeptemberi szuszonás előtt, hiszen nem lesz túl sok bajnoki, de az első kettő nyilván az tudjuk, hogy nagyon fontos, és hogy úgy menjünk el úgymond erre a kis szünetre, ugye a kupa fordulóra, illetve utána a válogatott szünetre, hogy stabilizálni tudjuk az első helyünket.